A kék szalag az mindig különleges. Az idei évnek azonban az apropóját az adja, hogy ez egy jubilómi kék szalag, az 50. Jubileumi 50. Kékszalag Erszte nagydíjat július végén rendeztük Balatonfüreden. Hatalmas sikerrel 681 hajó vágott neki a távnak, és talán ami ennél is fontosabb, 541 hajó be is futott, az azt jelenti, hogy csak 20% adta fel ezt a nagyon nehéz, gyenge szeles versenyt. Hát ez a legnagyobb ünnep. Egy olyan trófea, amit mindenki ért, amit a nem vitorlázók is tudnak és ismernek, és lehet, hogy szakmailag nem a legkomolyabb verseny, mégis a legértékesebb díj a Balatonon, talán Európában is, és nekünk ez nagyon fontos dolog. Szerdán Balatonfüreden az Anna Grandban kékszalag nevezése alatt már a kékpántlika verseny kerül megrendezésre a gyerekeknek, ez egy hosszú távú túraverseny. Ezt követően ugye a kékszalag rajta fantasztikus, olyan látványos, az idei évben több ezren csodálták meg a 681 főből álló mezőnyt reggel 9 órakor Balatonfüreden a Mólóról. Úgy gondolom, hogy egy nagyon komoly verseny volt, nagyon komoly ellenfelekkel. Nehéz verseny volt a szél viszonyok miatt. Nekem a rajt, illetve a rajt utáni szakasz ez volt az egyik legizgalmasabb. Like to join this sailing festival. It's for us, it's a big show, it's a festival here. It's a great come together with all the sailors. Awesome. Nagyon népszerű a sport, hiszen egyre több cikket olvashatunk a médiumokban, egyre több közvetítés van a televízióban, és ez nagyon jó hatása van természetesen a versenysportra is. Ugyanakkor a verseny közvetítésében nagyot léptünk előre, hiszen az M4 közvetítette a versenyt az Antenna Hungária segítségével, GPS-es nyomkövetőket tudtunk majdnem minden hajóra feltenni, mert korábban nem volt még precedens. Külföldön egyébként 8 nyelven közvetítettek a kékszalagról híradásokat, ami azt gondolom, hogy szintén egyedülálló a történelemben. Nagyon örülünk annak, hogy Európa ránk figyelt ezen a hosszú távú tókerülő versenyen. Komoly versenyre számítottunk, és komoly verseny volt. Tudtuk, hogy ebbe a gyenge szélbe, amit az előrejelzés ígért, abban a Safran lesz a legnagyobb ellenfelünk. Egy nagyon profi csapattal érkeztek, több hajóból összeállt, nagyon erős legénységgel. The landscape on the shore is amazing. The shallow water is something which is quite touchy for us, and everyone that you cross across the fleet always saying hello, let's go Safran, it's really nice, and we really like to be here. Specialitás is van ezen a versenyen.
hiszen kibocsátásra került egy gyönyörű 50. jubileumra készült érme. Kékszalag jubileumi fotókiállítás is megnyílt már ma délelőtt. Ugye ez az 50. kékszalag, ez lassan 100 évet ölel át, különböző történelmi kiadások miatt, és egy nagy albumot szponzoráltunk meg, 1500 példányban jelenik meg. Azt gondoljuk, hogy ez egy méltó emléket állít az elmúlt most már lassan 100 évről. A teljes Erste Groupnak van egy Higgy magadban szlogenje, és ezt vitorlázás kapcsán is megtöltöttük tartalommal. Az erstehiggymagadban.hu oldalon lehetett regisztrálni abszolút amatőröknek is, akik fel akartak kerülni hajókra. 12 hajóra volt lehetőség felkerülni, majdnem 1000-en jelentkeztek. És az utolsó héten még kaptunk az erstehiggymagadban pályázatról is egy versenyzőtársat, akivel még kellett nagyon sokat vitorláznunk a múlt héten. Mi azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy a legprofibak közé bevigyük az átlag kvázi embereket is, és összehozzuk ezt a két világot. Maga a verseny is erről szól, és ezt szerettük volna még megerősíteni. Az Audi márka a Magyar Vitorlás Szövetség egyik legrégebbi, hanem a legrégebbi szponzora, aki már több mint 15 éve igyekszik évről évre támogatni ezt a gyönyörű sportágat. 10 autóval jöttünk el, A8, A7, A6, tehát az új, a megújult nagy modelljeinkkel. A parti rendezvények tekintetében a győztes várafogadása a szponzorokkal egyre színvonalasabb műsorokkal és egyre több meghívott vendéggel zajlik most már 3 éve, illetve egy új kezdeményezésre, a Seiko győztesek fogadására idén került sor először, amelyet a Vitorlás étterem teraszán tartottunk nagy sikerrel pénteken este. Mi, amivel készülünk, az egy koktélbár, DJ-vel, zenével, könnyedséggel, lazasággal. A Herendi Manufaktúra közössége nevében szurkolunk minden résztvevőnek, de nagyon büszkék vagyunk arra, hogy bárki is lesz a győztes a végén, a legmagasabbra, ebben az esztendőben is a Herendi porcelánt fogják emelni. Svájci győzelem született a Safran 2015-ben is elhódította a kék szalagot, idén is ebben a gyenge szélben győzedelmeskedett, ami egyik részről azt gondolom, hogy szomorúság számunkra magyaroknak, ugyanakkor nagy öröm az, hogy külföldről ilyen versenyzők, ilyen kvalitású profik érkeznek hozzánk és viszik a jó hírünket.